belépőjét Plezák öregújja bánta. A szlovák játékos azonnal amortizálta a veteránvédőt, aki rögtön pihenővel kezdi a szezont. A sérülés látán Urbán, aki szombaton roppant korán kelt, fegyelmező akcióba kezdett az áldozat maga ördög. A 32. percben döntő jelentőségű esemény. De hát itt a Tóth Norbi kilépett volna, kapusra szembe lett volna, és a Pest Krisztián, jól láttam, lerántotta, úgyhogy teljesen egyértelmű szabálytalanság volt. A sárgalap is, hiszem, azt is kapott, érte jogos volt. Ami felesleg a szabálytalanság volt, mert a labda nem lett volna. Igen, lehet, hogy ott kívánt volna. A szabadrugást Fehér Csaba lőtte, hosszáról kipattant a labda, ott termett Korsós, aki éles szögből a lész alá bombázott, vezet az Újpest, hogy ennek a gólnak a lényege mint mondják el maguk a szemtanúk. De Zsolti nem tudott volna szerintem. Hát itt szerintem a legnagyobb probléma, hogy négy újpesti játék, három a kapu elé érkezett, egy Siófoki sem. Nem és tudom, hogy a mi védőink hol voltak. Itt szinte bárhova pattant volna a labda gól, mert a legtávolabb játékos elé pattant az Attila elé, Korsós Attila elé, és nem nagyon jó ballában, ennek köztudott időbe is rúgta. A 37. percben Szabó keményen harcolt a labdáért. Jobbra adta, ördög elé, aki 15 méterről csúnyán fölé lőtt. Örökre benned maradt a gól, Jóska, pedig ha ez a hálóban köti. De hát hogyan lehetett ezt kihagyni? Itt a Szabó Zoli kiverekedte nekem a helyzetet, nagyon jól labdát kaptam tőle. Jól láthattam, megnéztem, rövid felsőbe akartam felni, és utolsó pillanatban kicsit támaszkodó lábam. Ezért ment fölé. De én nem tudom, hogy alakult volna az eredmény, hogy kiegyenlítési a fok, akkor biztos, hogy szorosabb lett volna. Szorosabb lett volna. Folytatódott a szigorúság, ezúttal Csoknyaival szemben Szekeres Tamás alhasi férfiúi lágyrészen rúgta a siófoki 22-est. Az első félidő utolsó jelentős mozzanata, Korsós vágtatott a bal oldalon, középre gurított, de az érkező Győri felszabadított, így aztán szombaton 16 óra 23-kor Siófok Újpest 0-1. A második félidőt Szanyó, a felhők ura egy fejessel kezdte, de ezúttal a siófokiakat kisegítette a kapufa. Nagyon szép beadás volt. Szanyó Karcsi nagyon szépen fölment fejelni, hát testére az utolsó kapufáról kipattant, utolsó lépcsről. Az 56. perc újabb gólt hozott a liláknak, Korsós lágyan Kovács elé tolta a labdát, aki kitépte magát a védője öleléséből, és 11 méterről a kapuba lőtt. 2-0 a vendégeknek. Gól után itt a siófoki játékosok reklamáltak, hogy lesz, de én szeretetből nézem, én szerintem teljesen szabályos körülmények között esett a gól. Hát még a 16-oson belül az egyik siófoki játékos gondolkodott rajta, látszik a mozdulaton, hogy leráncson-e, de hát a 11-es lett volna, meg plusz még valószínűleg kiállítás is, úgyhogy elengedett az én szerencsémre. Berúgtam, hál' Istennek. Srácok, tehetség a nézőtéren! Ez az óriási. Kis fejelgetés, egy kis dekázás. Ez nagyon meccsó. A 72. percben siófoki vendégünk, vagyis Ördög József bombáját ütötte ki Bíró Szabolcs a lész alól. Hiába fogadkozott Nagy László, hogy visszavágnak az őszi vereségért, ezúttal is az Újpest jött le győztesen a pályáról.